Bolacsek Lászlót köszöntöm a stúdióban, aki nemrégiben egy országos kereskedelmi televízió népszerű műsorában milliós nyereményre tetszett, úgyhogy gratulálunk először is a nyereményedhez. No hát sajnos azt nem mondhatjuk el, hogy ugye melyik műsorról van szó, de szerintem a nézőink ki fogják találni, hiszen ugye Gundel Takács Gáborral játszottál, az nem titok. Mikor és mennyit nyertél, mondd el nekünk. Február 22-én voltam én az a játékos, akiről szólt a műsor, és 2,2 millió forinttal lettem gazdagabb. Wow. Valamint rengeteg élménnyel, emberi kapcsolatokkal, sok tapasztalattal. No, hát van miről beszélgetnünk, hiszen úgymond a te játékos múltad az nem most kezdődött. Te már több kvíz műsorba vetélkedőbe is, országos vetélkedőkről beszélünk, részt vettél. Ez így van. Erre a játékra miért jelentkeztél, és magáról a castingról is mesélj nekünk, hiszen én már tudom, hogy az is nagyon izgalmas volt. 2010-ben jött el az a mérföldkő az életemben, amikor egy 10 éves gondolkodás után végre volt bátorságom ahhoz, hogy jelentkezzek televíziós vetélkedőbe, amire már a környezetem régóta biztatott, és én is nagyon szerettem volna kipróbálni magam, csak hát bevallom, férfiasan attól féltem mindig, hogyha saját műveltségi területeim valamelyikéből egy kérdést kapok, és nem tudok válaszolni, meglehetősen szégyeltem volna magam. Viszont rájöttem arra, hogy ez nem jó perspektíva, le kell győzni az embernek az ilyen jellegű félelmeit, és ki kell próbálni magát. Nagyon-nagyon jó hangulata van már eleve a castingoknak és a televíziós felvétel. Is. Az első ilyen próbálkozásom után olyan kedvet kaptam hozzá, hogy tudatosan mindig is készültem az újabb és újabb vetélkedőkre. Így jutottam ebbe a mostani vetélkedőbe is. A dolognak az az érdekessége többek között, hogy a casting folyamat is egy teljesen más jellegű, nem beszélgetés volt igazából, és nem kérdőívek kitöltése pusztán, hanem pszichológiai jellegű szituációs gyakorlatok és játékok, amit nyilván a hozzáértő emberek megfigyeltek, hogy ki hogyan reagál, milyen a jelleme, a személyisége, mennyire kameraképes, hogyan kommunikál, és ennek alapján azt hiszem nem titok, ha elárulom, amire különösen büszkének kell lennem, mert ennél a játéknál ugye kicsi a fluktuáció, nagyon lassan cserélődnek a játékosok, hogy a őszi és a tavaszi sorozatot tekintve összesen 11 ezer ember próbálkozott meg, hogy bekerüljön ebbe a játékba, és mindösszesen 90 embernek adatott ez meg. Úgyhogy ott kezdődik az én szerencsém, hogy bekerültem ebbe a játékba. Szerinted minek köszönheted alapvetően? Alapvetően annak, hogy nyilván van már tapasztalatom abban, hogy hogyan kell castingolni. Mindig arra kell törekedni, hogy az ember érdekes legyen, érdekes emberként mutassa be önmagát. Nagyon érdekes volt az legelső feladat is, amikor nem beszélgettek velem, hanem egy kamerát bekapcsoltak, és azt mondták, hogy van maximum 20 percem arra, hogy önmagamat adjam el, és hitessem el az emberekkel, hogy én alkalmas vagyok arra, hogy ebbe a játékba bekerüljek. És ott egy monológ formájában kellett megnyilvánulni. Szóval a lényeg az, hogy a castingon az embernek az érdekes énjét kell tudni megmutatni. Nyilván. De azért arra kíváncsiak mondjuk, hogy miről beszéltél ebben a 20 percben. Azt hiszem, hogy azt sem titok elárulnom, hogy ilyenkor nem szabad eltitkolni azt, hogy az embernek mi a civil foglalkozása, tehát azt, hogy én földrajztörténelem szakos tanár vagyok, úgyis lenyomozzák az emberről, kár lenne elhallgatni, de természetesen tanárként nem lennék annyira érdekes, mint hogyha nem azzal kezdeném a történetemet, hogy én egyébként esküvőkön 2 évtizede vőfés ceremóniamester vagyok. Ez mindjárt érdeklődésre tart számot, itt mindjárt visszakérdeznek, mert nyilván azért ez a szakma, ez az úgynevezett hétvégi foglalkozásom, ez nem egy tucat, ez nem egy mindenki által űzött, ez egy nagyon érdekes dolog, és akkor mindjárt kialakul egy beszélgetés, ami által én nekem már is van egy olyan helyzeti előnyöm, amit jobban tudok kamatoztatni. Még egy dolgot ehhez hozzá kell azonban tennem. Én, ha úgy tetszik, nagyon magabiztosan mentem el erre a castingra is, és úgy álltam hozzá, hogy ki, ha én nem, úgyis bekerülök hozzá, teszem, nem voltam tisztában azokkal a statisztikai adatokkal, amit az előbb elmondtam. Ugyanis, ha tisztában lettem volna vele, biztos, hogy annyira görcsös lettem volna és feszült, vagy nem sikerült volna. Hál' Istennek, hogy nagyon jókedvűen, nagyon lazán, nagyon természetesen tudtam viselkedni, és úgy látszik, ez meggyőzte azokat az embereket, akik elfelől döntöttek. Ugye ez egy kvázi csapatjáték, tehát itt a játékosok nem egymás ellen játszanak, hanem úgymond együtt játszanak, és együtt is laktatok, hogyha jól tudom. Igen, ez egy nagyon fontos különbség az összes többi televíziós vetélkedővel szemben, amiben én már részt vettem. Hozzáteszem, Gundel Takács Gáborral is több alkalommal volt szerencsém már játszani, de minden más vetélkedőben a játékos társak nem társak, hanem ellenfelek. Őket kell legyőzni, náluk kell okosabbnak lenni, ügyesebbnek vagy éppen gyorsabbnak lenni. Ebben az esetben viszont egyetlen ellenfél van, ez az igazgató úr, virtuálisan, de valóságosan is létező személy. Ővele kell megküzdeni, az ő ajánlataival, a mi
bátorságunkkal, a mi kockázatvállalásunkkal. Gyakorlatilag az emberi jellem az, ami kijön ezekben a műsorokban, és pontosan ugyanakkor is kijön ez, amikor egymásért izgulunk, egymásért szorítunk, egymás szerencsétlenségén kesergünk, vagy egymás szerencsének örülünk, hiszen nem versenytársak vagyunk, hanem csapatban játszunk. És igen, a vidéki játékosok, azok 0-24-ben együtt vannak, nem csak reggel 7-től este 7-ig, amíg a felvételek mennek a stúdióban, együtt lélegzünk, együtt öltözünk, együtt eszünk, beszélgetünk, és a műsor alatt is van erre lehetőség, meg humorizálni, hanem a szálláson is aztán utána nyilván még egy kicsit folytatódik az élet, beszélgetések, zene, kártyajáték, bármi, tehát ott is még sok-sok-sok-sok barátság, ismerettség, emberi kapcsolat alakult, szövődött. És hát ugye azt láthattuk is a műsorban, akár a te játékod kapcsán is, előfordult az is, hogy egy játékos mondjuk elsírta magát, hogyha úgymond olyan táskát nyitott ki, ami miatt te több millió forintot elveszítettél. Ezek hogy képzeljük el, mennyire rendezői utasítás, mennyi ebből a valós érzelem? Kérdés teljesen jogos, talán az előbbiekből is kiderülhetett az, hogy ebben semmilyen rendezői utasítás nincs. A rendezői utasítás nagyon egyértelmű. Úgy fogalmazzák meg, hogy ha valakinek mondandója van, ha valakinek valamilyen cselekvéskényszere van, akkor azt nyugodtan tegye meg, hiszen utólag szerkesztik a műsort, és van lehetőség arra, hogy benne maradjon, vagy kivágják. Tehát egyfajta szabadságot kap az ember, nyilván disztingváltan, de szabadon mozoghat abban a körülbelül másfél-két órában, amíg folyamatosan megy a felvétel, tehát nem egy ilyen 5 percenként kamera megállós felvételre kell gondolni, oldott légkör, jó hangulat, és nem rendező utasítás. Nyilván vannak erre vonatkozóan tematikus adások, amikor beöltözünk, amikor megkérnek valamilyen produkcióra egyes játékosokat, vagy éppen valamilyen cselekményre fel kell fűzni a történetet, de egyébként valós érzelmek, mind a gratulációban, mind az örömben, mind a bánatban valós érzelmek nyilvánulnak meg, és a dolog azért érdekes, ez is bizonyítja az emberi kapcsolatoknak a szerepét ebben a műsorban, hogy valójában senki, de tényleg senki, sem a műsorvezető, sem a játékosok nem tudják, hogy a táskákban milyen összegek vannak, és mégis úgy éljük meg, mintha mi nekünk ahhoz közünk lenne, hogy a sorsot, mintha mi alakítanánk azzal, hogy nagy vagy kis táskát nyitunk, és bizony olyan feszültség, olyan izgalom van a légkörben az adás alatt, hiszen szeretnénk, hogy minél többet nyerjen a játékostárs, hogy ott bizony eltörhet a mécses adott esetben, vagy kitörő lelkesedés történik. Kemény idegjáték, ahogy én láttam. Abszolút. Ugye te 4 táskánál álltál meg, akkor azt mondtad, hogy már nem fogadod el az igazgató ajánlatát. Illetve, hogy elfogadod. Illetve, hogy elfogadod, bocsánat. És ugye megálltál 2.200.000 forintnál. Ez egy jó döntés volt? Ez egy maximálisan jó döntés volt. Én úgy érzem, és nagyon sok csapattársam vagy játékostársam elmondhatja magáról, hogy elmentünk a falig. Itt arról van szó nyilván, hogy az embernek menet közben alakul a játéka, azt nem tudja nagyon befolyásolni. Nem baj, ha az embernek van egy koncepciója, hogy minek alapján nyitogat számokat, de nyilván, hogy mi van a táskában, senki nem tudja. A lényeg az viszont, hogy fel kell tudni ismerni azt a pillanatot, amikor nem szabad tovább feszíteni a húrt. Hiszen, hogyha én 4 táskánál tovább mentem volna, és nyilván azt a 2 táskát nyitottam ki már kockázatmentesen, amit egyébként a tét terhe mellett is nyitottam volna, akkor bizony kinyitottam volna a 25 milliós táskát, és ez rettenetesen rontotta volna az igazgatónak az ajánlattételét. Tehát én addig feszítettem a húrt, amíg lehet, a megfelelő pillanatban álltam meg. Az adásban egyébként a legőszintébben szerintem akkor nyilvánultam meg a játékom során, amikor kinyitottam a 25 milliót már tét nélkül, és egy hatalmas kiáltásban törtem ki. Számomra az volt a katarzisnak az élménye, amikor azonosultam azzal, hogy jól döntöttem. Szuperül döntöttél, az biztos. A továbbiakban szeretnél még játszani? Nyilván ezek után, egy ilyen játékos múlt után már ez szinte természetes, hogy fogsz még jelentkezni. Természetesen, tehát én ezt, amikor 2010-ben eldöntöttem, azt tudatosan és koncepciózusan felvállaltam, hogy ha olyan színvonalú és olyan tartalmú vagy értékű játék lesz a jövőben bármelyik televíziós csatornán, akkor én mindenképpen szeretnék élni ezzel a lehetőséggel, hogy újra és újra kipróbáljam magam egy ilyen szituációban. Nyilvánvalóan hazudnék, hogyha nem vallanám be, hogy a pénzösszeg és a nyeremény reménye is motiválja az embert, de ahogy én azt már korábban is nyilatkoztam és megfogalmaztam, a nyeremény az csak ráadás. Így van, hát ez azt hiszem, hogy nagyszerű végszó.
És nagyon köszönjük, hogy itt voltál és meséltél nekünk az élményeidről. Köszönöm a lehetőséget. És hát nagyon remélem, hogy látunk még téged a televízióban. Igyekszem ennek még a kérésnek megfelelni. Ilyen milliós nyeremények mellett. Legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a mai figyelmet. A mai műsorunkat megtekintedik este 6 órától, vagy pedig hétvégén is meg fogjuk ismételni. Várjuk Önöket jövő héten kedden reggel 10 órától. Szép napot kívánok, viszontlátásra!